Október 12-én délután hagyományos őszi sétáját szervezte meg a Nyitni Kék Óvoda. Nem csak a gyerekek, hanem a családok számára. Ezúttal a gyalogolni jó felirat is olvasható volt az óvoda folyosóján, ahol a Megmozdul az óvi program keretében egy rövid kirándulásra hívták a gyerekeket és a szülőket. A Séta az egészségért című felhívásban az óvónénik egy gyalogos csoportos sétára hívták a családokat a közeli szabad strandra, ahol meglepetést is ígértek a vállalkozó kedvűeknek. Azok a szülők, akiknek gyermeke már több éve jár ebbe az óvodába, már ismerték a kirándulás programját, a többiek számára pedig egy érdekes, közös séta élményét ígérte ez a délután. Szép őszi időben indult el a 140-150 fős csoport, csütörtökön késő délután a Nyitni Kék Óvoda kisgyermekei, a szülők, a kisebb-nagyobb testvérek, sőt, sok nagyszülőt is láttunk a sorban. A korábbi években a közös családi kirándulás megszervezésekor elsősorban az egészséges életmódot, a mozgás fontosságát hangsúlyozták az óvónénik, ezúttal a gyalogolni jó felirat is olvasható volt az épület folyosóján. A gyalogló világnapot 1992-ben indították útjára a szervezők a Rio de Janeiro-i földkonferenciához kapcsolódva. Ezt a világnapot október elején tartják, és ebből az alkalomból Magyarországon sok helyen rendeznek az egészséges életmódot népszerűsítő fesztiválokat. Hazánk 1999-ben csatlakozott a mozgalomhoz, s a világnapot mostanra már 68 országban tartják meg. A sorozat célja a gyaloglás és általa a testmozgás megismertetése, megszeretetése az emberekkel. Az óvodából induló nagy csapat vidáman ballagott a lakótelepen keresztül. Azt láttuk, hogy nagyon sok óvodás viselte azt a láthatósági mellényt, amit a város óvodáinak, iskoláinak adományozott a rendőrkapitányság. A lakótelepen a házak között még nagy volt a forgalom, az üdülőterületre érve már elcsendesedett a világ. A kirándulókat a halastérnél, a szabadstrandnál már egy nyugalmas, színesedő őszi táj fogadta, ahol a sárguló lombok már visszatükröződtek a holtág vizében. Könnyű dolog visszaadni, visszaidézni azt a látványt, amit a strand környéke nyújtott ezen az októberi napon, de sokkal nehezebb a hangulatot, a hangokat, az illatot vagy éppen a csendet leírni, ami fogadta az érkezőket. Az Alföldön sok helyen van ilyen úgynevezett holtág, amely a Tisza kanyarulatainak levágásával jött létre. A fürediek számára, akik a természetes vizeket szeretik, ez a fürdési lehetőség van a legközelebb, ráadásul kijelölt szabadstrand is. A kisgyermekes családoknak a Tisza folyó, vagy éppen egy tiszatavi kirándulás még nem lehet mindennapi élmény, így akár nyári fürdőzésről, őszi, esetleg téli kirándulásról van szó, ez a helyszín mindig megfelelő. Az örvényiek nagy kedvence az ott található tiszai eskanyar, de ilyenkor ősszel a holtág partjának lágy íve, a víz, a növényzet is számtalan szépséget rejt. A stranddal szemben a kalandsziget fái és a vízi növényzet nagyobb része még zöld volt, egy-két fa vagy bokor viszont már sárgára váltott. A vízfelület alig mozdult, bár a halak mozgását itt-ott hallani lehetett, kajakosok és sárkányhajósok lapátoltak a víz közepén, talán éppen az edzés végén voltak, s igyekeztek hazafelé. A hajók lassan haladtak, és lassú hullámok érkeztek a víz közepéről a partra. Ismerik biztosan a régi gyermekjátékot, amikor kavicsokat dobálunk a vízbe, számoljuk, hányat bucskázik és hogyan vet hullámokat. Most ezt is ki lehetett próbálni, ám bár a homokos strandon nagyon keresni kellett, hogy kavicsot találjunk. A horgászok is mozogtak a part mellett, fogták a botot, várták a jó szerencsét. Láthatólag a madárvilág is élvezte a jó időt, hiszen eleség még volt bőven a vízben és a vízparton. Mire a kirándulók kiértek a strandra, már megtörténtek a vendéglátás előkészületei. Az óvó és Dajka nénik meglepetése ilyenkor az, hogy elemózsiával várják a vándorokat, akik talán megéheztek a sétától és a friss levegőtől. A terített asztalokon pogácsa, felszeletelt gyümölcs és többféle tea várta a kirándulókat. A háziasszonyi feladatokat az óvó nénik látták el, nehogy éhes maradjon bárki is, lehetőleg üresen vigyék haza az edényeket, a kosarakat. Mindenkinek jól esett falatozni, beszélgetni ebben a környezetben. Kicsit szabadjára lehetett engedni a gyerekeket is, akik nem elsősorban a szép tájra figyeltek, hanem a mozgás és a játék lehetőségeit keresték. Játszani bármivel tud egy 5-6 éves óvodás. Talál egy botot, egy szép falevelet,
Figyeli a halakat vagy a horgászokat, hát ha most lesz majd egy nagy fogás. Ireg forrog ide-oda, hurka pálcán papír csoda, ireg forrog ide-oda. Ha szellő leng, alig röppen, ha szél fütyül, török körben, úgy táncol, mint az, mi fújja, szél csendben, meg jót aludna. Hurka pálcán papír csoda, ireg forrog ide-oda, hurka pálcán papír csoda, ireg forrog ide-oda. A szellő leng, alig röppen, a szél fütyül, örök körben. Szélforgónak még sincs nyugta, mert mindig fut bele gyurka. Hurka pálcán papír csoda, ireg forrog ide-oda. Hurka pálcán papír csoda, ireg forrog ide-oda. A szél fütyül, örök körben, úgy táncol, mint az én fújja, szél csendben, meg jót aludna. Hurka pálcán papír csoda, ireg forrog ide-oda. Hurka pálcán papír csoda, ireg forrog ide-oda. Hurka pálcán papír csoda, ireg forrog ide-oda, hurka pálcán papír csoda, ireg forrog ide-oda. Jó fél óra telt el, amit a strandnál töltöttek a kirándulók, majd hazafelé indult a társaság. A nagyobb gyerekek izgatottan várták, hát ha az alkonyból gyorsan sötétség lesz, hiszen akkor ki lehet próbálni, mennyire világít az az elemlámpa, amit magukkal hoztak. Számukra a kirándulás legizgalmasabb része ez volt, amikor a sötétben lámpával világítva lehetett menetelni, mindenféle kockázat nélkül, hiszen mögöttük pár lépésnyire ott volt apu, aki úgyis megvéd majd mindentől. A bokorban megbúvó rágcsálótól, az úton szaladó kiskutyától, a fa tetején cseregő madártól.